Üdvözlöm a nézőket, a nevem Papajcsik Áron, a szabadkai Iván Szárics műszaki iskolából, és ebben a videóban mutatom be a T8-as CNC gravírozó és robotgépnek elkeresztelt munkámat. Erről a munkáról már volt egy videó ezen a csatornán, de mivel 2 évvel ezelőtt lett feltöltve, amikor ez a munka elindult az útján 8. osztályos koromban, így ez a videó már elavultnak számít. Ezért ez most egy új verziója, amely sokkal fejlettebb, komolyabb és széleskörűbb. Ez a robotgép elnevezése alapján gravírozó, de nem szabad, hogy megtévesszen senkit az elnevezés, mivel 3D nyomtatásra, marásra, lézeres gravírozásra vagy vágásra és egy negyedik tengely hozzáadásával esztergárásra is alkalmas a gravírozás mellett. A gravírozás a legkönnyebb és leggyorsabb módja a robot bemutatásának, így ezért én személy szerint erre használom. Meghatározva a helyes előtolást, ez a gép bármely fajta anyagot képes megmunkálni, a legkeményebb fémeket kivéve, amely ugye méretét tekintve szerintem elég lenyűgöző eredmény. Mint minden CNC gép, az anyagok komplex, forgásos vagy forgásmentes megmunkálását teszi lehetővé sorozatban, amely ember által ilyen pontossággal és gyorsasággal, azaz hatékonysággal a lehetetlenséggel határos. Működési elvét tekintve egy 3-tengelyes gépről van szó, amely 3 darab, nem a 17-es méretű 0,5 Nm-es nyomatékú motorral végzi el a feladatot 8 mm menetemelkedésű orsókkal ellátott lineáris egységek meghajtása segítségével. Így az orsókon keresztül a motorok nagyobb nyomatékot tudnak leadni, és 5000 mm pontosságúak a munka során, amely egyenlő a használt szoftver toleranciájával az X és az Y tengely szimultáns működése esetén. Mint már említettem, ez egy univerzális gép, mely más felhasználásra is tökéletesen alkalmas. Ez a szerszám kicserélésével történik, amely jelen pillanatban egy 24 voltos DC motor, mely gravírozásra szolgál. Ezen a motoron belül is lehet szerszámokat cserélni, így elérhessük, hogy nem csak olyan puha anyagokkal dolgozhatunk rajta, mint például a fa, de olyan anyagokkal is, mint például az edzett üveg gyémántfejes fúróval, vagy a kerámia acélfejes fúróval, valamint olyan anyagokkal is, mint például a PCB nyomtatott áramkörű lap készítéséhez. Két csavart eltávolítva, a motort kicserélve másik szerszámra, elérhessük, hogy 3D nyomtassunk, vagy lézerrel gravírozzunk vele. Interfészként egy Arduino Uno nevezetű alaplap szolgál, egy V3-as CNC shielddel, melyen 3 darab stepper driver modul helyezkedik el. Ehhez még hozzá van kapcsolva egy relé modul, melyen keresztül van lehetőségünk szoftveresen irányítani a szerszámot, és a számítógép ezeken az alaplapokon keresztül vezérli a motorokat impulzusok alapján. A gépen jelen pillanatban nem helyezkedik el automata szerszámbeállító, pumpa vagy kompresszor, szerszámhűtésre és forgácseltakarításra, végkapcsolók, szoftveres fúrófordulatszámállító és hibrid szervomotorokkal sincs felszerelve. De van lehetőség
ilyenfajta fejlesztésekre az alaplap és a szoftver is alkalmasnak bizonyul erre kisebb modifikációkkal a bekötéseket illetően. Viszont érdemes megfontolni, hogy egy ilyen kis méretben, ilyen rövid időn belül elvégezhető munkák esetében méretéből fakadóan van-e szükség ilyen modifikációkra, vagy inkább egy nagyobb, komolyabb gép esetében érdemes a maximalizmusra koncentrálni ilyen szinten. Az én esetemben jelenleg ez a fajta odafigyelés az új, ettől messze menően komolyabb és nagyobb projektjeim felé irányul, amelyeken jelenleg is dolgozom. A hardveres részéről még annyit, hogy a váz alumínium öntvényből készült, a csúszócsapágyak rozsdamentes acélból készültek, az orsóvégi és egyéb tartó lapok vasból készültek, amelyek később eloxálva lettek. Kemény anyagok mind, de elengedhetetlenek a fontos strapabíróság és minél nagyobb stabilitás érdekében. A szoftveres részét tekintve két szoftverünk van. Egy kontrolláló szoftverünk és egy CAD/CAM szoftverünk. A kontrolláló program a Gerbil Controller 3.6.1 nevezetű szoftver, amely tökéletesen alkalmas kisgépek vezérléséhez és jó olyanoknak, akik kezdők a G és M kódok világában. A gép természetesen ugye hiba nélkül operál más ismertebb programokkal is, mint például a Mach 4 és hasonlók. CAD/CAM program terén az Autodesk ArtCAM nevű szoftvert használom ehhez a géphez. Mivel nem csinálok rajta 100 mm pontosságú munkákat nehéz fémekből, ezért nem szükséges a Fusion 360 vagy az Inventor használata, de a jó programválasztásnak köszönhetően a kontrolláló szoftver támogassa ezeknek a CAD/CAM szoftvereknek is a formátumát, amelyekből a futtatni kívánó szerszám útvonalat másoljuk be a kontrolláló szoftverbe és futtassuk. Én személy szerint képeket töltök le az internetről, vagy fényképezek a telefonommal, majd ezeket a képeknek a színeit leredukálva, grayscale-eket létrehozva, a program, a CAD/CAM program, az Autodesk ArtCAM meg tudja határozni a mélységeket a képekben, ezek alapján vektorokat létrehozva, és meghatározva a szerszám útvonalat. Ezeket a vektorokat van lehetőségünk modifikálni, így egyedi munkákat létrehozva, akár több különböző anyagban. Nekem például a saját kursztartóm másfél éve, melyet saját magam csináltam az iskolám badge-ben. Ezzel a módszerrel 15 percen belül eljuthatunk odáig, hogy a kívánt képet komplexságától függően két és fél vagy három dimenzióban elkezdjük kimarni vagy gravírozni a gépünkkel. Akár egy vagy több szerszámot alkalmazva, manuális szerszámcserével műveletek között. Ami a legfontosabb, hogy miközben a gép dolgozik, nincs szükség emberi interakcióra, csak arra, hogy végignézzük, ahogyan dolgozik. Világszerte sok ilyen gép van, ezt jegyezzük meg, de egyiknek sem elve ilyen egyszerű és könnyen elsajátítható, használható. Véleményem szerint minden háztartásban helye volna egy ilyen univerzális gépnek, de mivel a közép-európai alacsony átlag életszínvonal a nyugatihoz képest nem erre biztassa az embereket, ezért azt gondolom, hogy a hazai és a nemzetközi oktatást
érdemes megcéloznom egy ilyen gépből kiindulva, hogy a jövő generációja ennyivel is gazdagabb lehessen, legalább tudásban és ilyen gondolkodásmódban. Mivel az időnk végére értünk, ennek a videónak a leírásába helyezem el az elérési útvonalat a technikai dokumentációhoz és a prezentációhoz, melyben egy sokkal alaposabb leírást talál az érdeklődő egy ilyen projektről, nem csak ilyen felületes megközelítést. Most pedig búcsúzom, további szép napot kívánok!